A világon elsőként az Egyesült Királyságban kezdődött meg a koronavírus elleni tömeges oltás. A Pfizer-BioNTech vállalatok által kifejlesztett vakcinával kezdik az oltást. A kormány reményei szerint tavaszra visszatérhet az élet a normális kerékvágásba, de ez függ attól is, hogy a gyártók milyen ütemben tudják előállítani a vakcinát. A 90 éves Margaret Keenan az első, aki az Egyesült Királyságban megkapta a koronavírus elleni oltást. Az eseményt fotósok, operatőrök hada örökítette meg. Az idős hölgyet, miután megkapta a vakcinát, megtapsolták a kórház dolgozói, és sokan gratuláltak is neki. Rendben volt, nem voltam ideges, minden jól ment, mondta. A kijelölt kórházakban már régóta erre a napra készültek. Tudtuk, hogy eljön egyszer ez a nap, csak azt nem, hogy mikor. Fontos, hogy nagyon felkészültek legyünk. Ez nem egy egyszerű vakcina, ezt egyáltalán nem úgy kell kezelni, mint a többit, mondta az egyik ápoló. Az egészségügyi intézményekben, speciális hűtőkben legalább mínusz 70 fokon kell tárolni a vakcinát. Nagy kihívást jelentett az oltóanyag szállítása is a kórházakba. Az első oltási fordulóra 70 kórházban alakítottak ki oltóhelyeket, de később a körzeti orvosi rendelőkben, majd a patikákban is be lehet adatni a vakcinát. A kedden elkezdődött oltási kampányhoz egyelőre 800 ezer adag vakcina áll rendelkezésre, de a londoni kormány 40 millió dózist rendelt, ez 20 millió ember beoltására lesz elegendő. Mindenkinek kettőt kell kapnia, hogy a vakcina valóban védelmet nyújtson. Szakértők szerint az első oltást követő 12. napon működésbe kezd a szervezet immunrendszere. A 21. napon kell megkapni a második oltást, és a 28. naptól kezdve kialakul a védettség. Az Egyesült Királyságban 9 csoportra osztották a lakosságot aszerint, hogy milyen sorrendben juthatnak hozzá a vakcinához. A lista élén az idős otthonok lakói és gondozóik állnak. Utánuk a 80 éven felüliek következnek, velük egy csoportban vannak az egészségügyi, illetve a szociális ellátásban dolgozók. A brit egészségügyi miniszter szerint azzal, hogy a lakosság tömeges oltása megkezdődött, felsejlett a fény az alagút végén. Úgy gondoljuk, talán tavaszra megkezdhetünk majd visszatérni a normális életünkhöz. Ha az oltás jó iramban halad, akkor még előbb. A gyorsaságot az is befolyásolja, hogy a gyártó milyen tempóban tudja előállítani a vakcinát, mondta a brit egészségügyi miniszter, aki a győzelem napjának nevezte a mai napot. Az Egyesült Királyságban eddig több mint 61 000 halálos áldozatot követelt a koronavírus járvány.